Rácz Gergő a mikrofont ma békatalpra cseréli, természetesen a búváruszonyra gondolok. Ez a szerepcsere, ahol ma mélyre merülünk. Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj. Rácz Gergő 11 éves kora óta gitározik. Tagja volt a Park, a VIP és a Full Moon együtteseknek. Dalszerzőként toplistás dalokat írt. Nem csak magának, de számtalan más ismert előadónak is. Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság. Üdvözöllek nálunk, Gergő, a szerepcserében, ahol mindenkit egy kicsit eltérő szerepben láthatunk. Te milyen szerepet választottál ma magadnak? Én a búvár szerepét. Ezt régóta szeretném kipróbálni, ez egy izgalmas terület. Lehet, hogy később majd fogok is búvárkodni, nem tudom. Mennyire vagy formában? Merülésre készen, úgyhogy felőlem csobbanhatunk. Én egyszer mindent itt hagyok, többé vissza sose fordulok. Az új élmények feldobnak szerintem mindenkit. Tehát, hogy ez egy plusz adrenalin, meg egy olyan dolog, amivel az ember táplálkozhat. Én így ettől azt várom, hogy ami bennem van, az a sok olyan teher, amit az ember így visszavállal, meg megoldandó feladatok, hogy erre egy kicsit másképp tekintek utána, és így mindent egy kicsit könnyedebben, vagy nem tudom, pozitívabban látok. Kicsit érzem, hogy így az adrenalin kezd felmenni. Tehát az ismeretlennek az izgalma az, ami így átjárja a testem. Először is összeállítjuk a felszerelést, és elmondom azt, hogy mit, miért használunk. A maszk, a légzőcső, amit pipának szoktak mondani, meg a békatalp, amit igazából uszonynak nevezünk, ezeket fogjuk használni, és ezt egészítjük ki egy palackkal, meg egy úgynevezett lebegtető mellénnyel, ez a jacket ebben az esetben. Körülbelül egy 10-12 kiló egy ilyen acélpalack, de ez még nem elég, majd a testsúlyodhoz képest testsúly 10 kilónként 1-1 kiló ólomsúlyt is fogsz magaddal vinni. Nagyon nehéz ez a búvárcúsz, tehát először így fölvenni mindent, az így meglepő, és mielőtt a vízbe mentem, azért úgy elkezdtem izgulni. Ott először fogott el egy olyan érzés, hogy ez nem tudom, azért nem játék ott lenne a víz alatt. Elmagyaráztuk, minden egyes próbamerülésen is szokott lenni, hogy hogyan megyünk bele a vízbe, mit fogunk a vízfelszínen csinálni, hogyan fogunk lemerülni a Dive Master, azaz a búvár merülés vezetőnek a segítségével, hogyan fog ő levegőt kapni a víz alatt, és aztán miután ezt megszokta, letérdelt és minden oké, akkor utána beállították Zsolttal a lebegésüket, és elindultak. Az első 5 percben nagyon furcsa volt, mert azok a mozdulatok, amik simán, amikor vízben vagyok, azokkal nem tudtam úgy közlekedni. Tehát az úszony, ami a lábamon volt, ez sokkal nehezebben kezelhető, és tényleg egy 5 percnek el kellett telnie, hogy hozzászokjak. Ezt nem szabad kihagyni, ez nagyon jó így lent a víz alatt. Az, hogy ott levegőt tudok venni, hogy ott kényelmesen tudok menni, ez egy ilyen nagyon természetes érzés, nagyon megnyugtató érzés, és ki sem akartam jönni a vízbe. Majdnem, hogy ilyen függőséget okoz, tehát nagyon jó. Gergő egy nagyon jó tanítvány volt. Nagyon gyorsan ráérzett, nagyon gyorsan, önállóan tudta a felszerelését kontrollálni. Nem mindenkinek ilyen gyors, de mindenki meg tudja tanulni a búvárkodást. Közvetlen környezetemben van olyan személy, aki kifejezetten retteg a víz alatti légtől, a búvárkodástól és a barlangászástól is, amit én egyáltalán nem értek. Én kifejezetten vonzódom hozzá. Ez egy tök jó tevékenység. Amikor bementem a vízbe, akkor egy nagyon olyan kellemes érzés fogott el, ami egyben egy ilyen feldobottsággal is volt, hogy egyébként tényleg az adrenalin elkezd működni, mert azért mégiscsak a víz alatt vagyunk, és mégiscsak egy ilyen fura érzés ott levegőt venni, de egyben egy ilyen megnyugtató érzés is. Nekem ez a kettősség tetszik a búvárkodásba. Gergő nagyon ügyes volt a mai próbamerülésen, vagy bemutató merülésen, de ahhoz, hogy belőle egy végzett, képzett búvár legyen, azért még sokat kell tanulni. Ő itt a merencés képzés alatt egy pár dolgot már kipróbálhatod, de ezt rutinná kell tenni, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy ez bármelyik pillanatban meg tudja csinálni a víz alatt. Ez egy olyan érzés, ami az emberből így ösztönösen egy olyan jön elő, hogy mint hogyha így mindig is ez lett volna az a közeg, amiben természetesen érzem magam. Ezt nem tudom, szellemileg fölfrissít. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó hangulatot hoz, meg ilyen nagyon jó kedvet hoz. Én teljesen odáig vagyok, nagyon jó flash ott ment lenni.